A statisztikák szerint évente több mint 5000 vadelütés történik. Ilyenkor ősszel, amikor megváltozik a nagyvadak mozgása, még jobban megnőhet a vadbalesetek száma. A két számjegyű főútvonalak, vagy az annál alacsonyabb rendű utak mentén igazából bárhol fennáll a veszélye az őzek útra kerülésének. Ugye az újabb főutak mentén, illetve az egy számjegyű főutak mentén azért sok helyen már eleve az építéskor a vadvédelmi kerítéseket felhúzzák, és így megakadályozzák ezeket a veszélyhelyzeteket. De a külterületi utakon legfőképpen, ahol valamilyen erdő van a közelben, vagy fasor szegélyezi az utakat, ott mindenhol igazából előfordulhat ez a veszély. A vadveszélyes területeken az utak mentén az illetékes vadásztársaságok figyelmeztető táblákat helyeznek ki. Erre ilyenkor ősszel érdemes még nagyobb figyelmet szentelni. A vadak leginkább késő délutántól kora délelőttig a legaktívabbak. Az állatok elgázolása súlyos következményekkel járhat, nem csak a vad sérülhet, hanem a jármű vezetője és utasai is. Baleset esetén hívni kell a 112-es segélyhívó számot, és meg kell várni a rendőri intézkedést. Ilyenkor érdemes megkeresni az adott területen a vadászatra jogosultat, hogy ő mit tud ebben a helyzetben cselekedni. Igazából azért szűk az a lehetőség, amikor ennek a kárnak a megtérülésére esély van, ugyanis ezekre az esetekre jogilag az irányadó, hogy két veszélyes üzem általi találkozás eredménye a baleset, mert a közlekedés is egy veszélyes üzem, és a vadászat is egy veszélyes üzem. Ezért ebben az esetben alaphelyzetben mindenki viseli a saját kárát. A vadászatra jogosult szenvedi el annak a kárát, hogy egy tenyészértéket képviselő egyede elhull ebben az ütközésben esetleg, vagy sérül, károsodik, az autós pedig az autójának a kárát. A vadgázolások elkerülése érdekében szürkülettől, illetve az erdős környezetben vezető utakon mindig mérsékeljük a sebességet, így csökken a féktávolság. Ha pedig vadat látunk, akkor érdemes lassítani, mert a vad viselkedése kiszámíthatatlan, megugrása gyors, hirtelen irányváltásra, bármikor számítani lehet, és arra is, hogy egyszerre több egyed is felbukkanhat.